Jó napot kívánok! Eddig 972 embert kellett kitelepíteni az otthonából. Hajnalig több mint 5,8 millió homokzsákot építettek be a gátakba. Ebből 1,9 milliónál is többet tegnap éjszaka használtak fel, ezt mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Komárom és Esztergom rendben van, ott nem számítanak nagyobb bajra. A következő veszélyes pont Pilismarót lesz. A kormányfő azt mondta, Győrújfalunál tegnap éjszaka volt igazán kritikus a helyzet, de mostanra már megvédték a gátat. Orbán Viktor úgy fogalmazott, eddig jól állunk, mert embert még nem veszítettünk, és súlyosabb fizikai sérülés sem történt, a gát pedig egyelőre nem szakadt át és nem sérült meg olyan súlyosan, hogy onnan le kellett volna vonulniuk az egységeknek. A miniszterelnök szerint továbbra is érvényben van az a parancs, hogy minden gátat meg kell védeni, és minden bentrekedt embert ki kell hozni. 30 embert kellett kitelepíteni Nagymaroson, miután megdőlt egy kerítés a település egyik utcájában, így ott áttört a víz. Először a közvetlenül veszélyeztetett épület 3 lakóját helyezték biztonságba, majd az utcarész további 14 házából kellett kiköltöznie az ott élő csaknem 30 lakónak. Ők rokonokhoz, ismerősökhöz tudtak menni. A helyszínen védekező 110 ember mellé erősítést rendelt el a katasztrófavédelem. A váci hivatásos tűzoltóparancsnokságról 70 rendőr szakközépiskolás vonult Nagymarosra, és 4 szivattyút is beüzemeltek a védekezők, de úgy tudni, hogy további 120 embert vezényelnek a helyszínre a töltés erősítésére. Közben elkezdték kiszállítani a váci büntetés végrehajtási intézetben tárolt 3000 töltött homokzsákot is. Kitelepítik az üdülő övezetet Pilismaróton, 83 embernek kell elhagynia a területet. A helyszínre várják Orbán Viktor miniszterelnököt is. Egy órával ezelőtt minden védekező egységet visszarendeltek az üdülő övezetből, és csak mentő mellényben mehetnek vissza a területre. Most 797 cm a vízszintje, a telefonszolgáltatás 650 cm-nél, az áramellátás pedig 670-nél szűnt meg az üdülő területen. A városvezetés még egy hete szólt a dunaparti hétvégi házak tulajdonosainak, hogy gondoskodjanak az üdülőkben lévő vagyontárgyaik biztonságba helyezéséről, és arról, hogy áramtalanítsák a berendezéseket. Korábban egyébként átszakadt a gát Vácon a Diadaltéri védvonalnál, de a gátat viszonylag gyorsan be tudták foltozni. A vaconline.hu szerint senki sem sérült meg, de elég sok víz folyt be a védvonalak mögé. Továbbra is szivárgások nehezítik az árvízi védekezést a Pest megyei Dunabogdányban, ahol 2-es fokozatú ivóvízkorlátozást rendeltek el, holnaptól pedig zacskós vizet osztanak a község egy részében. A településen még nagyjából 20 cm-t emelkedhet a Duna vízszintje, a helyszínről Vénad Gyöngyi tudósít. Épp most hoztak egy újabb szivattyút a gáthoz, így már 5 szivattyú dolgozik azért, hogy a víz nehogy elárassza a 11-es főutat. Itt azt várják, hogy a Duna még 20 cm-t emelkedik, és 890 cm négyzetűzik majd. Dunabogdányban már ivóvízkorlátozást is elrendeltek, az itt lakók holnaptól csak zacskós vizet kapnak, fejenként 8 litert. Emellett megtiltották az itt élőknek, hogy locsoljanak, vagy a kerti medencéket vízzel feltöltsék. Dunakanyarba egyébként nem engednek be mindenkit. A falu határában rendőrök leállítják az autókat, és csak azt engedik tovább, aki itt a Dunakanyarban él. Ezzel azt akarják elérni, hogy a katasztrófa turisták ne akadályozzák az autós forgalmat, és ne nehezítsék meg az árvízi védekezést. Továbbra sem lehet szárazföldön Pilismarótot és Dömöst megközelíteni, de Kisoroszival is ugyanez a helyzet. A Duna áradása miatt itt több út járhatatlan. Hajnalban lezárták a 11-es utat Dunabogdány és Visegrád között, ezért Szentendre felől csak a Pilis-Szent Lászlói úton lehet korlátozás nélkül eljutni Visegrádra. Esztergomban lezárták a Magyarországot Szlovákiával összekötő Mária Valéria hidat is, így az autósoknak a Komáromi Erzsébet híd lehet a legközelebbi átkelő. A Duna áradása miatt délelőtt 11 órától nem járnak a vonatok a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon, a pótló buszokat már megrendelték. Szlovákiában a Csalló közben Bősnél már tetőzött éjjel a Duna, a folyó vízszintje most lassan, de folyamatosan apad ezen a szakaszon, ahogyan Pozsonynál is. Révkomáromban viszont majd csak napközben, Párkányban pedig holnap érheti el a folyó vízszintje a maximumot. Pozsonynál reggel már 1 méterrel alacsonyabb volt a vízállás, mint a csütörtök éjszakai maximum.
A szlovák fővárosban még mindig érvényben van a rendkívüli helyzet, és továbbra is harmadfokú az árvízvédelmi készültség. Csehországban mindenhol apadnak a folyók, az ország déli részén már csak 3 kisebb folyószakaszon volt harmadfokú a készültség reggel. A hivatalos jelentések szerint már 10 ember halt meg az áradásokban, 3 embert pedig még mindig eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is kritikus viszont az árvízi helyzet az Elba kelet-németországi szakaszán. Szászországban lassan csökken a folyó vízszintje, Szász-Anhalt tartományban pedig történelmi csúcsra emelkedett reggelre a Duna vízszintje. 13 óra 55 perckor ismét jövök rendkívüli hírekkel. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!